Boglári lakosként és egészségügyi dolgozóként úgy tudom, hogy már a második vakcinaoltáson vagy túl. Hát mik a tapasztalataid, és egyáltalán hogy szántad rá magad, és kérted ezt az oltást? Igen, tegnap előtt megkaptam a második oltást, úgyhogy ez azt jelenti, hogy 5 nap múlva 95%-ban védett leszek a COVID-19-es vírus fertőzéssel szemben. Egészségügyi dolgozóként, gyógytornászként mind a rendelői munkám miatt, mind a COVID-osztályokon az ügyelet miatt fokozottan veszélynek vagyok kitéve, és hát ezt elkerülendően és a nyugodtabb munkám érdekében minél előbb igényeltem ezt a lehetőséget, hogy megkaphassam az oltást. Az a helyzet, hogy semmilyen mellékhatást nem tapasztaltam sem az első oltás után, sem a második oltás után. Egy minimális válfájdalom és bőrpír jelentkezett, de semmi egyéb panaszom nem volt. A beadás előtt voltak szorongásaid, félelmeid, sok minden elhangzik, és ez az emberbe hát okoz egy kis bizonytalanságot. Biztos voltam abban, hogy nincs más lehetőség. Tehát ha nem szeretnénk elkapni ezt a fertőzést, mint ahogy általában nem szeretnénk betegséget elkapni, ez az egyetlen út és lehetőség arra, hogy megelőzzük azt, hogy a szoros kontakt miatt, ami munkám során ér, bárkitől, vírusordozótól elkapjam ezt a betegséget. Voltak azzal szemben bármilyen kétségeit, hogy az egyik vakcinát vagy a másikat fogod kapni? Ugye többféle vakcinát ismerünk, és különböző hírekkel terjednek a köztudatban. Nekem nem volt választási lehetőségem, tehát én első körben a Pfizer vakcináját kaptam, de azt gondolom, hogy bármely vakcina, ami ma Magyarországon hitelesített és bevizsgált, bármelyiket elfogadtam volna. Jó szívvel rábeszélnél bárkit, hogy oltassa be magát? Mindenképpen. Azt gondolom, hogy ez az egyetlen út, hogy visszatérjünk a normál életünkhöz, és ennek a járványnak vége legyen. Ennek a vírusnak az oltása hát eljutott ide Balatonboglára is. Hát az intézménybe hányan oltatták be magukat? Leveszem, mert szerintem így a praktikusabb, jobban érthető és jobban tudunk beszélgetni. Hát az intézménynek az oltottsága igazából ilyen hozzávetőleg 98%-os a dolgozók körében. Hát ebből van olyan, aki egészségügyi indokból nem tudta magát beoltatni, illetve van olyan, aki már átesett, és ugye a törvényi jogszabály szerint ő nem kaphatja meg még az oltást, úgyhogy a maradék 2-3%-ba ezek a dolgozók tartoznak bele igazából. De ez a védettség szempontjából már egy igen jó arány, én úgy tudom. Én úgy gondolom, hogy igen, bár voltak azért fenntartásai a dolgozóknak, de úgy gondolom, hogy azért utána jártunk, meg utána olvastak, és azért hatékonynak gondolták ezt az oltást. És személy szerint is voltak fenntartásai ezzel az oltással kapcsolatban? Nekem nem. Nekem nem. Én vártam az oltást. Hát és miért? Hát mert köztudott, hogy a maszk az tulajdonképpen a fertőzést csak fékezi, de nem állítja meg, illetve ettől függetlenül megbetegszik az ember, hogyha elkapja a vírust. Viszont, hogyha oltással be van oltva, akkor sokkal kisebb az esély, hogy megbetegszik, és fertőzővé válik. Melyik típusú oltást kapták? A Pfizer-félét. Hát és ez hol helyezkedik el a sokféle vakcinák között? Hát tudomásom szerint annyi, hogy ez messenger RNS alapú oltás. Ez nem legyengített kórokozót juttat be a szervezetbe, hanem az immunrendszer stimulálja, hogyha találkozik ezzel a vírussal.
De ez nem befolyásolta, hanem a védettség. Így van. Ez nagyon fontos. Hát és önnek miért volt fontos, hogy ezt megkapja, ezt a vakcinát? Hát igazából egyrészt itt a munkahelyem, aztán a családom védelme az, ami igazából az első körbe, meg hát azért nem utolsó szempont az is, hogyha netán tényleg úgy van, hogy elkapja az ember a vírust, mert azért ez a vírus egy nagyon, nagyon alattomos dolog. A lefolyását azért valamilyen szempontból kedvezőbben tudja így a szervezet átvészelni, mintha esetleg nem kapom meg az oltást. Hát és előtte félelmei voltak kapcsolatban, vagy fenntartások? Fenntartások persze, mert a médiából lehet ilyen-olyan dolgokat hallani, viszont a másik dolog meg az, hogy azért ez egy új dolog. Tehát azért nem úgy van, mint a régebbi oltások, hogy több éves tapasztalat van már mögöttük, azt sem lehetett igazából konkrétan tudni, hogy mi az, ami majd esetleg hosszú távon lehet-e valami mellékhatása, vagy nem. Ezek voltak az aggályaink igazából itt többeknek is közülünk. De aztán végül is utána olvastuk, megnéztük a tájékoztatót, és akkor úgy gondoltuk, hogy akkor inkább mégis ez a kevésbé hátrányosabb, ha beadatjuk magunknak az oltást, mint hogyha nem. Hát és gondolom egymás között átbeszélték ezt alaposan. Persze! És utána jelentkeztek. Persze, azért ennek utána jártunk, azért mondom, hogy elolvastuk a tájékoztatót, és akkor... Hát és az oltás után szoktak valami reakciók lenni. Hát ezzel kapcsolatban a tapasztalataik mik? Tulajdonképpen annyi mellékhatása volt, mint egy sima influenza elleni oltásnak, egy félnapos karfájdalom. Ennyi volt az egész. És önnek? Szintén annyi, hogy picit piros volt a környéke, meg ez a felkari fájdalom egy fél nap, másfél, aztán ennyi. Úgyhogy ilyen láz, meg levertség, meg gyengeség ilyen abszolút nem volt. Mernék-e jó szívvel ajánlani bárkinek és mindenkinek? Kifejezetten ajánlom mindenkinek. Természetesen most már ajánlom én is mindenkinek. Mindenki oltassa be magát, mert kevesebb az esélye annak, hogy ha el is kapja a fertőzést, akkor gyengébb lefolyású lesz maga a fertőzésnek a menete, vagy épp észre se fogja venni, hogy átesett a fertőzésen, és ezzel a kórházi kezelést és a komolyabb, súlyosabb szövődményeket el tudja kerülni.